Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi szó is, október 31-én. Ma teli hold van, mégpedig egy különleges hold, kék hold. Ez abból adódik, hogy október hónapban ez a második teli hold. A teli hold pillanatában a halak jegyekkel fel a keleti határon. Kihat a mi személyiségünkre, kihat arra, ami így körülöttünk történik. Itt van az indiai számítás szerint egy visszatekintő Mars bolygó. Az lehet, hogy egy férfi hat rátok, vagy visszatér a múltból. De Mars bolygó jelenti az erőnket is, és mivel így visszahúzódó, erőtlennek érezzük magunkat. Ami az anyagiakat illeti, meg az értékeket is, az lehet egy belső érték, ott van a kos energiája. Itt lehet egy új kezdet. Itt található a teli hold és egy visszatekintő Uránusz bolygó. Uránusz bolygó változásokat idéz elő, vagy egy meglepetést, az lehet egy nyeremény is. A teli hold azt mutatja itt, hogy ügyeljünk az anyagiakra, oda kell nézni. De nem csak a pénzügyi dolgokra, hanem mind arra, ami értékes számunkra. Az lehet egy barátság, vagy a család, vagy kihat a szerelem területére. Azon kívül szemben áll a mérleg jegye, és ott van a nap az indiai számítás szerint. És az szimbolizálja a belső egyensúlyt és a párkapcsolatot is. Az tükröződik számunkra, és itt vannak az értékek. Van egy életterület, ahol be kell, hogy bizonyítsuk magunkat. Ott vannak most kármikus témák, és itt van egy új irány. Másképp kell kezelni a dolgokat, mint eddig. Nem szabad elfutni a nehézségek elől. Ahol még hat ez a mai teli hold, az a hetes életház, és az utal a párkapcsolatra a szűz jegyében. Itt valamit rendbe kell hozni, de lesz gyógyulás is. A múlt sebei, azt lezárjuk. Itt lesz öröm, Vénusz bolygó itt található, passzol nagyon jól ehhez a hetes életházhoz, ahol párkapcsolatról van szó. Ami kellemetlen lehet a mai napon, ez egy rossz hír. Ezt kivált egy visszatekintő Merkur bolygó és Szaturnusz bolygó között fennálló kvadrát kapcsolat. Itt hivatalos dolgokról van szó, vagy egy bírósági ügyről, örökösödési ügyről, vagy válásról, ahol az anyagiakat kell rendezni. Ezek jelen pillanatban kihívások. De visszatérve erre a teli holdra, mit közöl még velünk? Sokaknál van egy külföldi kapcsolat, az is előfordulhat, hogy valaki visszatér a múltból, újra jelentkezik, itt is lesz egy meglepetés. Ami a hivatásunkat illeti, most vannak lehetőségek, de kell egy irány, ami lelkesít bennünket. Ezen az úton szerencsénk van, ebben segít nekünk Jupiter bolygó.
Plutó bolygó is hat ezen a téren, de az inkább arra utal, hogy mi valamit lezárunk, hogy kinyíljon egy új kapu, egy új lehetőség. Ahol vigyáznunk kell, azok a hamis barátságok, tehát legyünk óvatosak. És ez volt a mai felvételem Mizó is október 31-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!